Hagyományos kovácsolástól megkezdve diszműkovácsolásig mindennel foglalkozunk, plusz vasesztergálással is. Regisztrálok 2006 óta foglalkozó kovács volt vassal, díszmű és hagyományos kovácsolással, de viszont gyermekkorom óta benne vagyok a szakmában, nagyapám ebben foglalkozott, és ott voltam, ott segítkeztem neki a műhelyben, amikor csak tudtam, amikor csak tehettem. Nagy átlagban a kovácsolt vas kapuk kisajtók mennek, de viszont lépcsők, korlátok, ablakrácsok, laucák, előtetők, mindent kérnek. Plusz mellette foglalkozunk, besegítünk mezőgazdászoknak, gépeket feljavítunk, elkavasokat élezünk. Még a munkám elején még lopatkolással is foglalkoztunk, de az már úgy elmaradt, már mindenki megcsinálja otthon, és ez így ez a része már nem működik. Ebben a szakmában azt fogott meg, hogy lényegében minden. Ha felhevítem az anyagot, úgy tudom formálni, hogy a kedvem tartja, bármit meg tudunk belőle csinálni. Szerintem a legszebb szakma a világon. Nagyon szeretem. Nagyon szeretem, és gyermekemet is arra igyekszek tanítani, hogy jöjjön és segítsen ő is nekem, és tanulja meg a szakmát. Pályáztam, nagy segítség is volt. Lényegben ilyen szallagfűrész, kovácsgép, ami meglendíti a munkamenetet, gyorsabban tudunk dolgozni ezáltal. Hát általában 3-4 hónapra mindig van előre munkánk. Igyekszünk a legjobb tudásunk szerint legyártani mindent, ezért szeretnek és bíznak bennünk.